Akkor köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor a többi elgondolók kényszerűen keresztül hallanak, figyelnek minket élőben, úgyhogy akkor ez már nem is előadás, hanem lehet, hogy élőadás. Na most nagyon egyszerű dolgunk lenne, hogy a szív így fejlődne, de természetesen nem nagyon van szó, ennél kicsit bonyolultabb a dolog. De mielőtt erre rátérnénk, szeretnék néhány személyes tanácsot adni, hogy hogyan kellene fejlődést tanulni, mert sajnos erről nagyon sok szó nem esik. Tehát az ember azt érte meg, hogy akkor ez a hallgató sikeres, hogyha a mérleg két sejtfejlődésben lévő dolgot próbálja egyensúlyba hozni. Tehát az egyik oldalon ott van a fejlődéstan, de a másik oldalon sajnos itt van ez. Ezzel nem tudunk tenni, ez évek óta így van, és még tovább megyünk, hogyha azt figyeltük meg, hogy minél fontosabb egy fejlődéstan egy téma, vagy legalább a klinikai hasznossága, ez az utána miért fokozódik. Honnan az ember azt gondolna, hogy ez pont fordítva történne. Na most, éppen ezért talán egy picit megnézzük azt, hogy mi segítheti a fejlődéstan tanulását. Főleg akkor, hogyha úgy nézzük, hogy ez egy olyan folyamat, hogy valami meg kell indulni, végigmenni valamit, és tovább megérkezni. Hát ez pontosan így történik, tehát a kiindulási állapot tényleg csak az, hogy megtanulja, miből fejlődik az a szervezet, mikor történik ennek az indulása, mikor fejeződik be, esetleg milyen más tényezők hatására, és miben együtt fejlődik. Tehát ez pusztán tényleg szószoros értelmében fejlődés van, és nincs más tenni, mint egyszerűen leülni és megtanulni, ha tetszik, ha nem. Na most utána ugye van egy folyamat, hogy ez a fejlődéstani folyamat, hogyan, merre, minek a hatására történik, mi irányítják ezeket a folyamatokat, illetve mivel együtt történnek megint ezek a folyamatok. Na most ez még mindig csak fejlődéstan, és még mindig nagyon hasznosak azok a tanulási technikák, hogy leülünk és próbáljuk megtanulni, illetve egyszerű rajzokat készítünk erről. És akkor viszont a végállomás, tehát jelen esetünkben egy kifejlett szív, az viszont tisztán anatómia. Tehát itt jön az, amit az ember próbáshoz mondani, hogy amennyiben nem fogva rá, az anatómiát mindenképpen a szövettanal együtt tanulni, még akkor is, ha ez elméletileg két külön vizsga, de mind a két vizsgán természetesen ott lesznek a fejlődéstani kérdések. És miért kell legyen az anatómia? Mert hát ugye el kell jutni a folyamat végére, hogy fejlődik szívhez, és nekem, mint ugye majd önöknek, mint lenni orvosnak el kell dönteni, hogy most a szív tényleg olyan-e, mint amilyennek lennie kell, mert ha nem, akkor előfordulhat, hogy valami rendellenesség állunk szembe. És azt mondom, fel kell ismerni. Hát a kifejlődik szív megtanulásához viszont nekemezni kell, és szintén segítenek a rajzon. De mondom, ez olyan, mint egy utazás, hát én szeretnék eljutni mondjuk Pécsről Budapestre, Pakson keresztül, akkor az egész útvonalat kell ismernem, hogy megérkezzek, és az út folyamát is kell ismernem, hogy útközben ne tévedjek el. Fejlődés tampasz pont ilyen. Na most a rátérve konkrétan a mi témánkat, tehát a szép fejlődése, én ezen pontok mentén szeretnék haladni, és ha minden igaz, akkor a pitvallok szétválásáig tudjuk ezt a mai előadást elvinni. És akkor kezdjük is azzal, talán furcsa módon a végéről indulni, hogy hová kellene nekünk eljutni. Tehát még egyszer mondom, ezt a képet, aki nem ismeri, és a szív üregeit, viszonyait nem ismeri, annak nehéz dolga lesz a fejlődést annál is. Tehát mindenképpen szükségünk van a szívfal rétegeire, ugye jól ismert belülről kifele halad endokárdium, miokárdium, epikárdium, ugye mindegyik másfajta szövet. Endotél, szívizomzat, illetve mezotél, tehát ezeknek a fejlődése is kell. Szükség lesz a perikárdiumra és annak rétegeire, hiszen a két rétegű perikárdium üregben helyezkedik el a szív. Szükségünk van pontos szívüregek ismeretére, és ugye megint, hogyha jobbra-balra haladunk, akkor kettesen látjuk a jobb pirtvart, aztán a jobb kamrát, illetve a bal kamrát, illetve ebből a nézetből hátulról csak úgy kikandikál a bal pirtvart. És természetesen a szívüregeinek ismerete magában vonza azt, hogy melyik üregbe honnan jön a vér, illetve hova megy tovább. Na most akkor induljunk el a szívfejlődéssel, és a kiindulási állapotunk az úgynevezett szív szövetei, a szívtel. Na most még a régebbi Lenden könyvekben is csak egyetlen egy szívterepet ismertünk.
de ma már tudjuk, hogy két szív kellett egy kérdés és egy szekunder van, de milyen kártérnék, ezeket szintén senki nem szereti. Tehát vannak itt mindenféle gének, NKX 2.5, meg TBX5, meg még legalább 4-5-5 tudnánk mondani. A sűrűszlopon bezárólag, de az, hogy hedgehogtól kezdve mindenféle gén létezik itt. Ezek leginkább transzkripciós faktorok, amelyek többek között indukálják majd a szívfelepeinek a kialakulását, illetve némelyik gén, azért erre majd még kicsit rátérünk, meghatározza a szívnek a helyzetét. Az esetek 99,9%-ában azért mégiscsak inkább bal oldalon van, de ha az a gén, ami ezt szabályozza, nem működik jól, akkor lehet, hogy jobb oldalon lesz a szív. Ez elsődleges, a vagy primer szívtelep. Ennek az eredete mezoderma, természetesen, annak az oldal lemezrésze és annak a splanchnikus mezoderma területe. Míg másodlagos vagy szekunder szívtelep, amely természetesen szintén mezoderma és splanchnikus mezoderma eredetű, de szekunder szívtelep vándorlása és fejlődése során krisztaneurális sejtekkel gazdagodik. Ezt mindenképpen fontos hangsúlyoznunk, ugyanis léteznek olyan szívfejlődési rendellenességek, amikor szívhibák társulnak olyan szervek rendellenességekkel, amelyek krisztaneurálisból származnak. Na, mielőtt erre rátérnénk, tehát mielőtt a szív elkezdenek kialakulni, természetesen szükség van vér- és vérképző szigetekre, szintén a mezodermából, és ennek a kialakulását vaszkulogenezisnek nevezzük, a részleteket itt most mellőzzük. Szükség van olyan sejtekre, amikből majd a vérelme is kialakulnak, például hemangioblasztokból alakulnak ki különböző angiogén sejtkötegek, majd a vérképző őssejtek és angioblasztok is megjelennek, míg végül ez mind oda vezet minket, hogy erek is elkezdenek kialakulni, természetesen a szívfejlődése együtt, utóbbi folyamatot angiogenezisnek nevezzük. Tehát a vér, az ér-erek kialakulása párhuzamos vagy kicsivel megelőzi a szív kialakulását. És természetesen az előbb említett folyamatok szintén mezodermális eredetűek. Jó, tehát nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy valamennyi keringési rendszerrel kapcsolatos dolog mezoderma, de egy kisebbre krisztaneurálisból is fejlődni fog. Kezdjük akkor a szívtelepek kialakulásával, de azért fölétlenül megérdemes ezt, hogy harmadik. 18-22. napnál járunk, ugye ez pontosan belesik az organgenezis 3-tól 8. hétig terjedő időszakába. Tehát először ez a bizonyos primer szívtelep alakul ki a mezodermából, amit ugye zöld szín jelez ezen az ábrán. Itt látható, ugye a kép az viszont ektoderma, és akkor közöttük majd, illetve alattuk pedig sárgával az endoderma látható. Primer szívtelep ebben az időszakban is egy patkó alakú, szó szerint, vagy ilyen U-betű formájú endotércső, amelyet már tisztetleges mioblasztok vesznek körül. De most az is fontos, hogy ez a patkolatú endotércső még a membrán bukófaringja előtt helyezkedik el. Erre később még visszatérünk. A szekunder szívtelep, ott feketével lehet látni, ebből majd, ahogy a krisztaneurálisszal átvándorolnak ezek a szekunder szívtelep sejtek, ezzel a krisztaneurális sejtrendszerrel gazdagodik, és a szívnek a mikrolók részeit fogja alkotni. Tehát megint anatómiára visszatérünk, ugye minden üregnek volt egy befolyó és kifolyó része, most itt a kamrákról van szó, a kamrák kifolyó részeit elsősorban ez a szekunder szívtelep a krisztaneurálisszal fogja létrehozni. Jó, ezt adva is írtuk, tehát a szívcső kifolyó szárához krisztaneurális sejtek szükségesek, és ezek a szekunder szívtelepből indulnak fejlődésre. És akkor itt van még néhány faktor, ugye ez az 5-HT5-hidroxidvitamin, aztán a többiák modell lefti, ezek főleg azt eredményezik, hogy a szív pozícióra megfelelő legyen, és akkor még beszélhetünk erről a modell leftiről, mert név is elmondja, hogy ez felelős a szív bal helyzetéért. Tehát ahol ez a gén és transzkripciós faktor kifejeződik, az lesz majd a bal oldal, akkor nem helyeződik ki, legalábbis nagy állás szerint az lesz a jobb oldal. És ugye keveredik, akkor a szívnek a helyzete sem megfelel.
Akkor kezdjük a szívcső kialakulásával, tehát azon a bizonyos primer szívtelep további fejlődésével is. Tehát akkor annyit tudunk, hogy szpandikus mezőtelenából származik, vakó alakú endotelcső, és a membrána bukófaringe előtt helyezkedik el. Na most azért ennek a megértéséhez alapfejlődésre is szükségünk van. Tehát ugye jól ismert kép, hogy kép kell ektoderma, ugye itt látható most pirosra az infembrionális mezoderma, itt középen még a korta dorszális is, illetve alul ugye az endoderma, amiből később majd kialakult többek között a vércső, ándra és kirigyei. Tehát kezdetben ugye elől mentem a bukófaringe, ahol hátul tovább a membrán. Na most, hogy lesz az endotél vagy endokárdium patka alakú csövéből egy darab szívcső, a lefűződéshez kell visszamennünk. Mindenki tudja, hogy kétféle lefűződésről beszélhetünk. Itt most a laterális lefűződés következményeit tudjuk megtárgyalni. Tehát a folyamat ezt a laterális lefűződést mutatja meg nekünk. Tehát a patka alakú endotél cső, ahol a laterális lefűződés történik, úgy a középvonalban szépen egyesülnek, és egy darab úgynevezett szívcső fog kialakulni, és ez itt látható, ez viszont már látja mindenki, itt látható a középvonalban. Tehát kezdetben angiogénesek csoportok, aztán majd endokárdium cső, ugye alakkal, mert a hátsó része az két szárból áll, és ez a két szár, ez a középvonalban egyesül, és akkor innentől már úgy hívom a szívcső. És ez szépen körülvesz már a kezdetleges miokardiális sejtek. A másik eredménye ennek a laterális lefűződésnek, csak hogy a folyamatokat párhuzamosan lássuk, az úgynevezett bélcső kialakulása, és ugye magadban a bélcsőbet el kell választani. A szívcső törvelt, ez most nem a mi problémánk. Tehát endokárdium csövek egyesülnek, és kialakul az úgynevezett epimiokárdium és perikárdium, már kezd kialakulni, és egy kezdetleges kárdium perikárdiát láthatunk, ami még nincs elválasztva a kezdetleges pleuraürektől és a kezdetleges peritoneumürektől. Ez egy külön téma, hogy ezt a három zsákot egymásnak hogy választjuk el. Csak lefűződési folyamat, hogy a kranio-kaudális, a kefalo-kaudális lefűződés. Ebben az esetben azt mondta a szívcső helyzete változik meg. Ugye itt azt látjuk ezeken a folyamattáblákon, hogy kezdetben a perikárdium, amit itt perikárdiumnak hívnak, ez szépen befordul a membrán bukófaringe mögé. És ez a lényeg, hangsúlyoztam, hogy a patka alakú endotélcső egy része a membrán bukófaringe előtt van, hanem most a lefűződés hatására a membrán mögé kerül. Ugye? És akkor ennek eredménye az, hogy tényleg nem az ember szájában van a szívem, hanem szépen ugye a membrán bukófaringe mögött. Nem mondom, hogy a szívem nem a szájában, de az nem. Bakta a nevét, illetve itt hátul már kezdődik a májtelep fejlődése, tehát tényleg aki kiszemlézik át, a máj fölött, ugye természetesen rekeszen keresztül, ott van a szív. Jó, tehát akkor a lefűződések hatására a szív cső alakul ki, illetve a lényeges pozícióját a membrána bukófaringe mögött. És közben a bélcső majd tagozódik elő, közép és utóbélre. Na most ez egy olyan ábra, amit szeretném mutatni a endokardiális szívcső, vagy nevezzük csak simán szívcsőnek a helyét, ebben a kezdetleges perikárdiumi rendben, ami vérkeresen részében itt körbejárható, ebben a stádiumban. Közben ugye itt az előbél kezd kialakulni, itt van a sztomódeum, és akkor majd később folytatódik hátra a középbélre és utóbélre. És itt már azt látjuk, hogy ez a szívcső, ez a kezdetleges szívcső kifolyó része majd folytatódik az aorta dorszálisok, ami később természetesen már átalakul, hiszen egy kifejlett emberben ilyen nincs. Na, és akkor most érkeztünk el oda, hogy a szívcső részei. Mert hát, hogy a tételmi kezdődik, hogy a szívcső részei, itt azért vannak előszönyek, amit érdemes ott a vizsgán megmondani. Szeretnék fölfele haladni, és ez egyben ennek a kezdeteges szívcsőnek a benne lévő vér áramlási irányát is mutatja.
Tehát ahová megérkeznek ezek a kezdetleges mémák, azt úgy hívják, hogy sinus fibrosis. Ugye megérkezik, már kicsit hasonlít valamilyen makroszkopos fogalomra. Ahogy lennie kell, a vénák mindig pitvarba érkeznek, ebben az esetben még csak egy egyetlen pitvarban átrium, vagy átrium commune, így hívják. Ezután létezik egy sulcus atrioventricularis, ez talán nem annyira lényeges, majd ez a vér a közös pitvarból átkerül a közös farrába, egyetlen az esetben egyetlen farra létezik, ez a ventriculus communis. Elég nagy területet foglal el a szívcsőben, majd sulcus bulbo ventricularis következik, amely ezt a közös kamrát elválasztja a következő szívcső részt, a bulbus cordisnak neveznek. Megint, aki megtanultott az alatt a kezdetét, a bulbus alattételen, nem véletlenül így hívják ezt a részét a szívcsőnek. Majd következik a truncus arteriosus, illetve ha csak a legfontosabb részeket szeretnénk sorrendbe állítani, a vér áramlás irányát jelzi, akkor ezt a lényeg mindenképpen kell megtenni. Most azt még majd mondom, hogy a bulbus cordis további részletre is osztjuk fel, de kezdetben ezek a lényeges részei a szívcsőnek. Jó, tehát sinus venosus, atrium commune, ventriculus communis, bulbus cordis, illetve a kifolyó rész a truncus arteriosus. Tehát ebben az helyzetben, mint egy hal, szívele egy pitvar egy kamra, pitvar felől bejön a vér, kamra felé, vagy kamra felől pedig elmegynek az artériák. Jó, következő. Ez a kezdeteges szívcső növekszik. És sokszor van ilyen, hogy gyorsabban növekszik, mint amennyi hely rendelkezésre áll. Mi ez a rendelkezésre álló hely? Hát ez a kezdeteges perikárdű üreg. És akkor az történik, hogy a zölden jelzett kamrai részek, tehát a kamra és a kifolyó részei ennek a szívcsőnek inkább előre és lefelé kezdenek eldőlni. A szaktatott vonal jelezni a kezdetleges perikárdium üregét. Ezzel szemben a befolyó vénák és a pitvari rész pedig inkább hátra és fölfele kezd elmozdulni. Na most itt látjuk ezt az embert, itt látjuk, amikor a megkastelettük és a szívet kezdetelésen tanulmányoztuk, az, hogy előbb van a kamrák, és megint elő a latifa hátul van. Tehát a kamrák inkább elő és lefelé, a pitvarok hátul és fölfele helyezkednek el, és ennek is fejlődést a léthártere van. Na most ebben a pozícióban a szívet, még egy ilyen kezdetleges szalagszerű képlet is rögzíti a perikárdium hátsó részéhez. Emlék, amivel azt úgy hívják, hogy mesocardium dorsale. Ez egy kettőzött szalagszerű képlet, és amikor ez felszívódik, akkor alakul ki igazán ez a sinus transversus perikárdi. Tehát ez az egyetlen egy klinikai jelentőség ennek a perikárdium szinusznak. Tehát kezdetben mesocardium dorsale még rögzíti a fejlődő szívcsőt, de később ez is eltűnik, és a szív szabadon helyezkedik el a perikárdium üregében, és természetesen csak az erek rögzítik. Na, kezdjük akkor a részleteket, és először sok erre hallanak a sinus venosus fejlődését. Tekint csak el. Miért írtam ide, hogy anatómia? Ugye a sinus venosus a kezdeti közös pitvarban fog elmenni, tehát a sinus venosus fejlődése az együtt történik közösen a pitvar fejlődésével és annak szétválasztása jobb pitvarra és bal pitvarra. Tehát az ismétlés lényege csak az lenne, hogy a jobb pitvar két eltérő felszínű, és most már tudjuk, hogy fejlődéstanilag is eltérő részből áll. Tehát az egyik a sinus venarum capillarum, ami sima felszínű, hiszen ez fogalmazza majd a vénákat. A másik része, ugye az atrium dextrum proprium a fülcsővel pedig muszkuli pektin átrippal vérelt, ami adja a pitvar kifolyó részét. A bal pitvar hasonló felépítésű, létezik egy sima felszínű része, aminek nevet nem adta, de ezt fogadja majd a négy darab vénak pulmonális,
és létezik az Audinkuda színisztája, ahol ugyanígy hosszú éveken átikatot találunk. A következő ábra egyébként minden ábra a rendemből van. Ennek a sinus venusnak a hátul nézetét adják. Jobb oldal, erre meg baloldal. Megint aki a tészen néz minket, annak mondom, hogy akkor ez lesz a jobb oldal, hátulnézetből, ez pedig a baloldal. Tehát ez itt a sinus venusus, és annak két része. Létezik a jobb sinusszal. Odaírtam zárójelben, hogy később csak ez kapcsolódik a közös hitvarhoz. És ebben a jobb sinusszakban jobb és bal vénás billentyű alakul ki, ezekről is később majd fogunk beszélni. És létezik a bal sinusszak. Tehát úgy értem, hogy a jobb és vénás, jobb és bal vénás billentyű egyik a bal sinusszak, a másik a jobb sinusszak természetesen. Aztán mik ezek a belül vénák, amelyek a sinus venosus bal, illetve a jobb szalagvába érkeznek? Vénapárok hivatalosan, jó, mindegyikből kettő darab van, és a legmediálisabb helyzetűek, mutatom, a véna vitellina. Mi az, hogy véna vitellina, a szikója hozzá a vénásért. Aztán kicsit laterál fele haladva a kettő darab véna umbilicalis, ugye, ami viszont a köröd felől, a köröd felől, tehát azon túl pedig a placenta felől hozza az oxigénben dús vért. És végül laterális helyzetben úgynevezett véna cardinalis communis, vagy szerződelődöttük szűvéri, és mind a két oldalon egy véna cardinalis anteriorból és egy véna cardinalis posteriorból áll össze. Ugye miért anterior, posterior? Mert kezdetben még ez a harmadik héten ez az embrió még eléggé visszírtás helyzetű, tehát egy előső és hátsó része van, és nem pedig felső-alsó. De valaki azt mondja, hogy én a kardinális superior, inferior, nem vitatkozunk ezen, azt is elfogadjuk. Na most a következőt fontos megérteni. A keringés rendszer fejlődésével majd a vénás rendszer úgy alakul, hogy a vér, különösen a vénás oldalon, mindig balról jobbra tolódik. Majd ha páros vénákat fogunk tanulni a mellkasban, vagy azt tudom a vasüregben, mindig látni fogjuk, hogy minden véna, főleg a baloldalra, jobb felé haladnak. Tehát ez már itt elkezdődik, hogy a vénás keringés balról jobbra tolódik, ezért ennek a sinus venosusnak a jobb oldala sokkal erőteljesebben jobban fog fejlődni, mint a bal oldala. Mindjárt átérünk erre, csak tekintsük át a keringést a negyedik héten. Tehát itt látjuk még ezt a szívcsövet. Jó, tehát beérkeznek a vénák, a sinus venosus, közös hitvar, közös kamra, majd a truncus arteriosus még kifolyó rész, ami folytatódik majd a később tanulandó kokoltyú években, illetve majd az aorta dorsalisban. Itt látjuk a szívfolyamot, tehát az innen érkező véna vitellina az egyik beömlő véna a sinus venosusba. Aztán, ahogy mondtuk, hogy placenta köldölcsinor érkezik a véna umbilicalis, a második véna, ami beömlik, illetve a véna cardinalis anterior és posterior együtt, mint véna cardinalis communis a harmadik véna átebb a sinus venosusba. Ide valamiket írtam. Ja, így van. Egyet, hogy az artériás oldalon, pedig ugye a szívcső kifolyó része, mint truncus arteriosus, ami majd saccus arteriosusba folytatódik, illetve a kokoltyú ív artériákon keresztül kapcsolatban áll az aorta dorsalisszal. Ez egy különleges sémája, hogy ezekből a kokoltyú ív artériákból mik alakulnak ki. Visszatérve a sinus venosusra, megint csak hátulnézet szintén vannak ezek az ábrák. Tehát akkor kezdetben jobb és bal színusszal, itt a jobb, a világos kép, itt a bal a sötét kép, a három belülő vénával, tehát véna vitellina, véna umbilicalis és véna cardinalis communis. A következő próbáljuk megérteni és megtanulni, erre majd a magyarázatom nem lesz, hogy miért így van. Baloldali vénák közül
baloldali vénák közül megmarad a vena umbilicalis sinistra. Tehát ennek a jobb oldali párja nem része eltűnik. Jó, tehát a vena párja valamelyik megmarad és valamelyik nem. Szegeret meg ki kéne vágni. Most lehet az egész. A Teams-en sem lehet, most már lehetne igaz. Szép csövész, ezen voltunk. Még csak egy-két képet látunk. Melyiket? Egy egyszerű kék hátteret. Semmi felirat nincs rajta. Jó, tehát a vena vitellinának a baloldali része elszívódik, míg a vena umbilicalisnak a jobb oldali párja az, ami elszívódik, vagy részben eltűnik. Éppen azt látjuk, hogy felül megmarad a vena vitellina dextra, és ezzel együtt a jobb színusszal, tehát a világos kép jobb színusszal fejlődése sokkal intenzívebben történik, mint annak baloldali párja. Tehát oldalon ez a kis picike nyúlvány, ez a kis picike nyúlvány, ez a vena umbilicalis sinistra, és a maradék sötét kép, az pedig a maradék bal színusszal. Jó, alul pedig ráillesztve ezek a vénák a fejlődő szív hátsó felszínére. Tehát talán már megfigyelhető az, hogy ez a világos kép terület, az majd kialakítja a vena cava superiort és vena cava inferiort, tehát ez leginkább a színusszal jobb oldalából, míg a baloldali színuszalból főleg olyan béna alakul ki, ami ott a szív hátulján majd csatlakozik a későbbi bal pitvarhoz, és az a sinus coronarius. Jó, tehát itt látjuk, hogy a jobboldali színuszalból majd béna káva superiornak az utolsó szakasz, szóval belődik majd a későbbi jobb pitvarba, és a baloldali színuszarból lesz a sinus coronarius, ugye a szív legnagyobb vénája, és az abba belülő véna oblikva átvészvészteli. Tehát amikor ezt a vénát még tanulatunknál tanultuk, vagy tanulni fogjuk, igazából sokkal nagyobb a fejlődésnek háttere, nincsen az általa gyűjtött terület a szív részéről. Tehát itt van majdnem kifejlett állapotban a sinus coronarius, ahogy a bal sinuszarból balról jobbra halad, és majd ugye belemegy a jobb pitvarba. Jó, tehát a lényeg az, hogy a jobb színuszal sokkal nagyobb mértékben fejlődik, mint a bal. A bal oldalon a néha umbilicalis marad meg, a jobb oldalon a vitellina, és most erről is fogunk beszélni. Illetve a jobb színuszal lesz az, ami nagy része majd belevonódik a későbbi jobb pitvarba. És akkor a következő folyamat a pitvarok szép. Tehát kezdetben a közös pitvar a bömbölő vénákkal látható. Tehát mi ez a bömbölő véna? Hát egyelőre még csak ugye a sinus coronarius, véna cava superior, véna cava inferior, és hát a kezdetben is tűző vénák, amiket ennekkor még nem is nagyon hívunk így. Tehát először még egyetlen egy közös pitvarunk található, és ugye ezt kellene majd ketté választani egy jobb és egy pitvarra. Na most nem tudok a táblára rajzolni, de akkor próbáljuk elképzelni a következőt. Van egy üreg, középbe beteszek egy válaszfalat, tulajdonképpen szétválasztottam a nagy üreget két kis üregre. Azonban ez elképzelhetetlen, ugyanis mindenki tudja, hogy az embryonális korban a két pitvar között mindig kell egy elveszekedhetés. Egészen addig, amíg ki nem alakul a kismértől,
és ennek kezdenek a tudők dolgozni. Tehát nekem olyan válaszfal kell, aminek a közepén mindig van egy lyuk, és a születés után nagyon gyorsan el lehetne zárni. Hát akkor lehet egy olyan, hogy egy közös pitvar, aminek közepén van egy válaszfal, annak a közepén egy lyuk, a feltétel teljesül, de akkor mi fogja elzárni a szívvel. Arra nincs idő, hogy ez már szépen lassan összefog. Hát akkor próbáljuk meg azt, hogy legyen két szektum, két lyukkal, de az sem túl jó, hogyha két lyuk egység van, akkor vizárja az egyik lyukat és vizárja a másik lyukat. Tehát az egyetlen megoldás az, hogy a közös pitvar közepére két szektumot fogunk növeszteni, azon két nyílás, de eltérő szintekben. Tehát akkor az egyik lyukat majd a másik szektum zárja, a másik lyukat majd az egyik szektum. Jó, ez fog történni itt is. Tehát először az úgynevezett septum primum kezd el fejlődni endokárdiumból, és ez fölülőre szépen növekszik. Jó, septum primum. A következő, hogy mielőtt elérné a teljes pitvar hosszát, rajta keletkezik egy nyílás, amit úgy hívjuk, hogy ostium primum. Jó, eddig nem merész. Tehát akkor van egy szeptumom, és maradt egy lyuk, tehát a két pitvar közötti kommunikáció megvalósult. Azonban ez az ostium primum tovább növekszik, és elmondható. Ott mutatja a alsó kép a második része. De mielőtt ez az ostium primum elzárodna, már elkezdenek a felső részeken apró kezdni, amely később majd egy nyílássá oldott össze, és ezt hívjuk ostium secundumnak. Tehát a probléma itt jön, mint a hallgatóság gyakran elkövet, hogy mind a két, tehát ostium primum és ostium secundum ugyanazon a septum primumon alakul ki. Tehát mielőtt elzáradna az ostium primum, kialakul az ostium secundum, tehát továbbra is megvan a kommunikáció a két pitvar között. És végül probléma. Végül lesz egy következő szektum. Ez a szektum secundum nevet kapta, és amint látjuk, az eredeti szektum primumnak a jobb oldalán fog kialakulni, és ezen a szektum secundumon is lesz egy nyílás, és ezt az utóbbit hívják foramen oválinnak. Tehát itt látjuk a végeredményt, amit beszéltem, hogy legyen két szektum, két lyukkal, de azok eltérő színben legyenek. Tehát a sárga septum primumon ott van az ostium secundum, és a zöld színű septum secundumon ott van a foramen ovale. És születés után, ugye beindul a légzés, beindul a tüdő, beindul a kistőtő, a bal pitvarra megemelkedő nyomás, majd ezt a septum primumot szépen neki nyomja a septum secundumnak, és a két nyílás szépen elzáródik. De mivel a foramen ovale a septum secundumon van, ami jobb oldalon van, ezért a később kialakuló fossa ovalis, ugye mindenki tudja, hogy a jobb pitvar felől sokkal jobban meg tudja mutatni, mint a bal pitvar felől. És akkor azt az utolsó kép. Közben, ahogy a pitvarok egymástól szétválnak, persze mindig megmarad az összeköttetés, közben a pitvar kambai szájadéknak, ennek a közös atrioventrikulális szájadéknak a szétválása kell, hogy történjen. Itt csak annyit szeretném mutatni, hogy a septum primum alsó szél, amit az előbb láttunk, szépen összenő, ez az atrioventrikuláris endokarnakulum párnákkal, és köszönöm, hogy a szájadék is végtelen válik, és ott elindulhatnak a pikuszinális lentyűk kialakulásai. És akkor még két dolgot szeretnék itt mutatni. Itt látható két billentyű. Ugye ez nem más, mint a vena cava inferior billentyűje, Ellison billentyű, és a sinus coronariusnak a tendenciós széle billentyűje. Ez a korábban nem vitett jobb sinusszal vénás billentyű. És ennek a jobb színűszer vénás billentyűjének egy része viszont majd beleszövődik ebbe a septum primumba, és hozzájárul az interatriális septum kialakulásához. Tehát az euszták és nevéződés billentyű a jobb vénás billentyűből alakul ki a jobb színűszerben. Jó, akkor
Bocsánat, következő kép, és az utolsó, ezt nem tudom végigolvasni, de szerintem mindenki megnézik diáktól, hogy ez lenne a lényege a mai előadásnak, hogy tudjuk azt, hogy hogy hívtunk valamit a fejlődés során, és abból mi alakul ki, tehát azért mégis talán időnk még van, hogy a baloldali színusz szarból lesz a kifejlett színnél a színusz koronárius, és a bal két fal felületkező marsal véna, vagy vinogékvá átféli színiszti. A jobb színusz szarból bevonódik a fejlődött kifarok területére, és ebből lesz a jobb kifarnak a sima felszíni színusz fennálló kavárója, hiszen viszi magával a kormányra belőlő vénákat is. Én a superior színusz koronáris. A bal oldali utuszkügyéről, hogy mondjuk egyezni, semmi nem lesz. A jobb oldali utuszkügyéről pedig, mert ez a jobb oldali utusz, vagy vénakartinális kommunis, akkor lesz a vénakárba superior szívbe jobb kifarban nyíló része. Akkor itt beszéltünk arról, hogy van egy színuszal, vagy bal, meg egy jobb vénás billentyű. A bal oldaliból lesz ez a bizonyos septum spuriummal együtt, beleolvad a septum interatriálba, ennyi bőven elég tűnni. Ennél nagyon fontosságú a szervében említett jobb oldali vénás billentyű, valgul a venosa dexta, és ebből lesz a cava inferior és a sinus coronariusnak a billentyűi. És ezeket tényleg lehet látni, hogy érkezünk a pitvarra. A közös pitvarból mindig a muszkuli retinátikkal bélelt pitvari részek és az ahhoz kapcsolódó fülcsék fognak kialakulni. És végül a pulmonális vénát pedig majd egyszerűen csak a bal pitvar sima felszínű részében fognak beolvadni. Jó, tehát ezt tényleg nagyon követődni, mert lehet, hogy csak egy-egy kérdést tesznek föl, és ez nem csak a szív fejlődésre, tehát kihozunk valami egész más, de szeretnénk megkérdezni a szív fejlődésről is. És akkor itt van az, hogy ha nem a normális pitvar képződést látjuk, a normális septum képződéssel, akkor milyen rendellenességekről beszélhetünk, csak még egyszer, septum primum, az ostium secundummal, annak jobb oldalán, septum secundum, akkor rám nem bohárékval. Tehát ez a normális. És akkor itt látjuk azt a paramponci helyzetet, amit egyszerűen nem tudtuk összeülni, hogy nem két septum alakul ki, hanem csak egy darab septum secundum ott van. Ilyenkor az a baj, hogy mi az, ami majd ezt a lyukat bezárja semmi. Tehát ott természetesen működik. Akkor látjuk azt, hogy ebben az esetben túl nagy a foramen ovale, tehát nem tudja majd ez a rövid septum primum bezárni. Aztán a másik, hogy nincsen septum secundum, tehát mindaddig, amíg meg nem születik, nincs probléma, csak utána megint ki fogja lezárni, és kettőt választani a két pitvar. És ugye ezek az elváltozások az úgynevezett pitvari septum defektusok, vagy atriális septum defektusok, tehát amint látjuk, ezeknek nagyon sok formája létezik, illetve itt van az, hogy a septum primum és septum teljes hiányakor, ezen nincs két pitvar, hanem egyetlen pitvar a két hangárból, tehát ezt hívják úgy, hogy cor tri loculare, di ventriculare, tehát két pitvar, de három lehet rossz fordítással. És akkor az utolsó tényleg a Holt-Arám szindróma, itt csak azt akarjuk mondani, hogy szívfejlődési rendellenességek, tehát lesznek pitvari és ventrikulári septum defektusok, de a tisztelőleg szégyítettsége miatt ingerületvezetési rendellenességek és felsőleg rendellenességek társul. Tehát valószínűleg az, hogy kifolyó, vészével és szekundel szívfelekkel történt valami. És akkor innen fogjuk folytatni csütörtökre. Ugye a szívek? Jó, tehát én a figyelmet.